Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár urak! A mai nap mindenképpen be fog kerülni a történelemkönyvekbe. Itt ugyanis nem csak egy újabb hitel felvételéről van szó, hanem pár óra múlva itt ebben az ülésteremben az országgyűlés Magyarország függetlenségéről készül döntést hozni. Egyikünk sem, aki itt van a teremben és aki itt lesz a teremben, nem tudhatja, hogy miben rángatja bele ez a döntés Magyarországot. Önök teljesen világos számunkra, hogy nem készítettek hatástanulmányokat. Innentől kezdve az egész projektnek a végkimenetele teljesen kétséges, de az biztos, hogy a katasztrófa tartományba tartozik. Ugyanis az euróforint árfolyamokat nem tudjuk előre megbecsülni, és önök egy olyan idő pillanatban rángatják bele Magyarországot egy újabb devizahitelbe, amikor még a korábbi hibás döntéseknek a sorozatát sem tudta ez az ország kiheverni. Ráadásul egy valami fix. Önök egy olyan Oroszországgal készülnek leszerződni, mégpedig hosszú távra, amely épp a szomszédos Ukrajna példáján keresztül mutatja meg, hogy mit jelentenek számukra a szerződések, meg egyáltalán a nemzetközi kapcsolatok. Önök nekik adósítják el Magyarországot, és ha ezt még hozzáteszik, hogy mindezt atomerőművekért cserébe teszik, akkor nem kétséges. Önöknek, uraim és hölgyeim, elment a józan esze. Tudják ugyanis, hogy vannak olyan helyzetek és vannak olyan emberek, akiktől nem szabad, nem lehet pénzt kölcsönkérni. Ugyanis nem tudhatjuk, hogy mi lesz ennek az ügyletnek az eredménye. Magyarország várható hitelezője, ráadásul nem szeret kérni, nem szeret követelni, mert ő az erőszak nyelvét beszéli. Ez elég széles skálán terjed, egészen a fenyegetőzéstől, a zsaroláson át, a tömény erőszakig és a tankokig. Vannak ebben az országban sokan, akik még emlékeznek erre. Önök mindezt vajon elfelejtették? Persze azzal nyugtatják magukat, hogy mindez Magyarország függőségéről szól, a függőségnek a csökkentéséről. De komolyan gondolják azt, hogy egy olyan atomerőművért cserébe adósítják el ezt az országot, amelyet az utolsó csavarig Oroszországtól fognak megrendelni? Mi szól itt a függőség csökkentéséről? Az égvilágon semmi. Eközben pedig azt állítják önök, holott meg sem vizsgálták annak a lehetőségét, hogy vannak-e alternatívák, hogy atomra már pedig szükség van. Hát persze, ha konkrétan nulla fejlesztés megy a megújuló szektorban, akkor valóban nincs más út. De önök teljesen tudatosan csinálták ezt, önök teljesen tudatosan nyírják ki a megújuló szektort, és költik el még az unokáik és a dédunokáik pénzét is nukleáris technológiára. Pedig hogy is mondta Orbán Viktor, nem is olyan rég? Azt mondta Orbán Viktor, meg kell barátkozni olyan fogalmakkal, mint energiahatékonyság, energiatakarékosság vagy a megújuló energiák. Na, ehelyett ő neki Putyinnal sikerült megbarátkoznia, így érkeztünk el a mai naphoz, amikor is a miniszterelnök vezényletével önök várhatóan szembefordulnak a korábbi Orbán Viktor valamennyi nemzetstratégiai állításával, és felajánlják ezt az országot Vlagyimir Putyinnak zálogul a 10 milliárd eurós atomhitelért. Az az Orbán Viktor, aki saját maga és a közmédia emlékezete szerint 89-ben egyedül küldte haza a 45 évig idegkoló oroszokat, most önként és minden kényszertől mentesen odadob minket az oroszoknak, és visszahívja őket. Ezzel a mozdulattal pedig bevágja az ajtót egy csomó olyan megoldás előtt, amelyet a becsontosodott, beszűkült és idejét mond gondolkodásukkal és a fene nagy kapzsiságukkal megfosztanak minket attól, hogy energiahatékonyságot növeljünk ebben az országban, hogy megújulókkal dolgozzunk, hogy okos hálózatokat fejlesztünk. Maguknak mindez diakölt, tisztelt uraim és hölgyeim, de nekünk, az új generációknak, nekünk a politikusok új generációjának ez maga a jövő. Egy progresszív Magyarországért küldő jövő harcosai vagyunk. Nekünk nem nukleáris technológia kell, hanem megújuló szektor. Most látszik, hogy Orbán Viktor semmit nem tanult az elmúlt évtizedekben, sőt mondhatom, hogy semmit nem tanult az elmúlt évszázadokban. Ezért át fogom neki adni ezt a könyvet, amely pontosan megmutatja Orbán Viktornak, hogy akivel ő leszerződteti ezt az országot, az mit csinált az elmúlt században. Nézzék, uraim és hölgyeim! A 20. századot ezt már elvesztettük. A 21. századot azonban nem akarjuk elveszíteni, legfőképpen nem a század legelején. Önöknek nyilvánvalóan most már minden mindegy, nem láttak és nem hallanak, kacarásznak és nevetgélnek, holott itt az unokáink és a dédunokáink sorsáról van szó. Igen, hatalmuk az van, nem kétséges, de ez a hatalom nem fog örökké tartani. Minket elég kemény fából faragtak, és egyet megígérhetek. Nem fogjuk tétlenül végignézni, ahogy önök szétlopják ezt az országot. Mert önökkel ellentétben mi nem Vlagyimir Putyinnak tartozunk hűséggel, hanem a saját választóinknak.
Nem adjuk el az országot, nem adjuk el a jövőnket. És az önök árulását látva még keményebben és még kérlelhetetlenebből fogunk dolgozni egy megújuló Magyarországért. Köszönöm, képviselőasszony. Konstatálom, hogy házszabálysértő rendzavarás történt, amivel kapcsolatban a szankciókat majd a házzöldságon javasolni fogom. Azt is engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a stílusuk nem áll arányban a támogatottságukkal. Tálai András államtitkár úr illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Ebből a felszólalásból körülbelül annyi igaz, hogy valóban a mai napon szavazni fog az országgyűlés a hitel megállapodásról, amely a magyar és az orosz állam között fog megszületni. Egyébként lényegében egy szava sem nem igaz. Kérdezem én önt, hogy ön melyik hitelt választaná? A 2008-as szocialista kormány által az IMF-től fölvett hitelt, amiről még csak szerződést sem kötöttek, szerződést sem írtak, és ha valaha valamikor hitel eladósított országot, az a 2008-as IMF hitel volt. Vagy választja ön azt a hitelt, amely ott van ön előtt is a törvényjavaslatban, amely szóról szóra leírja, hogy kitől, milyen időtartamra, milyen kamattal, milyen feltételekkel és milyen célra vesz föl a magyar állam 10 milliárd euró hitelt. Kérdezem önt, hogy ön az IMF-től venne föl hitelt, mint Gyurcsány Ferencék, akik a későbbiek során azt a feltételt szabják, hogy gazdasági jelentéseket és költségvetési jelentéseket kell letenni az IMF-nek az asztalára. Képviselőasszony, nyugodjon meg, és nézzes csendben. Társadalompolitikai célokat határoznak meg, hogy Magyarországon mit szabad és mit nem szabad tenni, hogy el kell törölni a 13. havi bért, el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, és egyéb feltételeket is meghatároz az IMF hitel. Olvassa el a törvényjavaslatot, amiről ma szavaz az országgyűlés, egy szót sem tartalmaz arról, hogy egyébként Magyarországon milyen politikát, milyen gazdaságpolitikát, milyen költségvetési politikát és milyen társadalompolitikát kell folytatni. Tisztelt képviselőasszony, ez a hitel, ez egy magyarországi, magyar tulajdonú, a magyar emberek tulajdonát képező fejlesztésről, egy atomerő bővítésről szól, amely lényegében egy termelő beruházás. Egy termelő beruházás, amely termelni fog a magyar emberek számára, és adott esetben termelni fog exportra, amely Magyarország számára bevételt, a magyar állam számára bevételt fog biztosítani. Termelni fog, és a magyar állam tulajdonában lesz. Ez a fejlesztés nem PPP-s beruházás, amit a szocialisták nagy ellennagy szeretettel csináltak. Nem, nincs benne külföldi tőke, és nem külföldi nyugati bankok finanszírozzák, hanem két állam által létrejött finanszírozási szerződés alapján lesz finanszírozva, amit a magyar állam köt meg a magyar emberek nevében. Ez a beruházás, ennek a beruházásnak 40%-át magyar emberek fogják építeni. Ez 10 000 magyar embernek jelent új munkahelyet, és jelentős bevételt ezáltal a magyar államnak. Ez a fejlesztés, illetve ez a finanszírozás kiszámítható, hiszen a törvény egyértelműen leírja, hogy mikor kell törleszteni. Az első törlesztés akkor kezdődik, mikor az atomerőműnek az üzembe helyezése megkezdődik. Egyébként pedig a felhatalmazást egy 2009-es parlamenti döntés adja a kormánynak, amit 85%-os többséggel fogadott el a magyar országgyűlés. Majd később az országgyűlés által elfogadott nemzeti energiastratégia is megerősítette ezt, mi több, az Európai Unió energiaügyi biztosa is támogatta ezt a magyarországi beruházást. Tisztelt képviselőasszony, ez valóban Magyarország energiabiztonságát fogja majd erősíteni, Magyarország kiszolgáltatottságát, amiről ön beszél, a függetlensége valóban erősödni fog Magyarországnak, ugyanis a gázszolgáltatások, a gázenergia igénybevételének a
lehetőségét fogja csökkenteni Magyarországon megtermelt energiával, amely ráadásul nem környezetkáros. Úgy gondolom, hogy ez a fejlesztés, ez a beruházás és ez a finanszírozás Magyarország érdekeit fogja szolgálni, és nem pedig az LMP napirend előtti felszólalásait. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány és a magyar parlament egy-két óra múlva, amikor elfogadja a törvényjavaslatot, a magyar emberek és Magyarország érdekében fogja ezt megtenni. Köszönöm.